A Szandava Stúdió Budapest egyik új showroomja, ahol a ruhák, ékszerek, táskák mellett képzőművészeti alkotások, lakberendezési tárgyak is megtalálhatók. Az alkotók most egy jótékonysági divatbemutatón mutatkoztak be, amelyet az A38 hajón rendeztek. Elsőként Biri Magdi bőr és textil ékszereire figyeltünk fel. Márka életében fontos az újrahasznosítás, illetve a környezettudatosság. Az ékszereimet újrahasznosított textilekből, szabászati maradékokból, bőrhulladékokból készítem. A mostani kollekciómnál használtam textil alapú fémhatású bőrt, melyre a stilizált origami technikával készült darabokat applikáltam rá, ezáltal nagyon, nagyon izgalmas formavilágot hoztam létre. A mostani zsinór kollekciómnál pedig egy nagyon izgalmas formavilágot használtam, a graffiti firkabirkához hasonlatos formát hoztam létre, tehát nincs egy szabályos zsinórkötési technika, hanem egy általam kitalált graffiti forma tulajdonképpen. Mivel már egy ideje kísérletezem a textil ékszerek origami technikával való készítésében, időszerű volt, hogy kipróbáljam ezt más formavilágban, például táskáknál, és egy új volument hoztam létre, ezáltal új táskákat is hajtogattam, és ez így egy nagyon izgalmas kombináció, az ékszer és a táska együtt.